gyógyítható a hepatitis C. 1992 előtt még nem ellenőrizték a vérkészítményeket, így akkor nagyobb volt az esély a fertőzésre. Kábítószerellenes világnap. Már felső tagozatban fogyasztanak alkoholt a fiatalok, és első cigijüket is elszívják. Korábban kezdődött az aratás, a megtermelt mennyiség 46%-át már betakarították a gazdák. Tavaly 70 véradó donorról derült ki, hogy hepatitis C vírussal fertőzött. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A kérdőíves előszűrés ellenére tavaly 250 ezer biztonságosnak tűnő véradóból 70-ről derült ki, hogy fertőzött a ma már gyógyítható vírussal. A fertőzöttek száma magas lehet azoknál, akik 1992 előtt kaptak vért, ugyanis akkor még nem ellenőrizték a vérkészítményeket. A vírus lappangási ideje 10-15 év, így akár ma is kimutatható náluk a fertőzés. Már több kártérítési per lezajlott a hepatitis C vírussal kapcsolatban. Az egészségügyi törvény szerint, ha az egészségügyi ellátás során mindenki minden szabályt betart, és a beteg mégis károsodik, az állam állja a kártérítést. 1992 előtt tudták, hogy létezik A és B hepatitis, a HCV-ről azonban nem tudtak. Amikor az A és B vírusra sem voltak pozitívak az eredmények, és egy-egy páciens mégis beteg lett, akkor kezdték sejteni, hogy létezhet a vírusnak egy harmadik fajtája is. Amikor sikerült azonosítani a vírust, akkor kezdődött el a teszteknek a kidolgozása, és 1992-re jutott oda Magyarország, hogy kötelezően a véradók kivizsgálására be tudták vezetni. Nem egyik napra a másikra, ez egy pár hónapot vett igénybe, mert akkor még nem egy országos vérlátószolgálat volt, hanem kórházakhoz tartoztak a vérellátók, de ott 92 nyarán pár hónap alatt ezt minden laboratórium bevezette. És attól kezdve van az, hogy igen, ha valakit ezzel az ágenssel, erre utaló jellel, tehát az eredmény reaktív, akkor kizárjuk a véradásból. A vírus lappangás ideje 10-15 év is lehet úgy, hogy addig semmilyen utaló tünet nem jelentkezik a betegnél. Azonban, ha valamikor megfertőződött az antitest, ami a vírus ellen termelődött a szervezetben, az ember egész élete során kimutatható. Fertőzési kockázatot nem csak a vérkészítmény jelent, hanem az intravénás drog, a tetoválás és korábban a hajlékony endoszkópos eszközök is okozhattak problémát. Ha valakiről kiderül, hogy beteg, akkor minket a kórház vagy a betegnél képviselője megkeres. Ha a kórház tudja azonosítani azokat a vérvételi számokat, amiket a beteg kapott, akkor mi megnézzük, hogy az a donor, aki 92 előtt adott vért, adott-e 92 után. És ha adott 92 után, akkor megnézzük, hogy milyen eredmények születtek, mert ezeket az eredményeket nyilván tartjuk. És ha a donor 92 után adott, és kiderült, hogy ő valóban fertőzött, akkor nagy valószínűséggel a készítmény okozta. Ha a donor 92 után adott, akár többször is az eredményei nem reaktívak, akkor egyértelmű, hogy nem a vérkészítménnyel fertőzött meg a beteg. A donor először egy kérdőívet tölt ki, ahol olyan kérdésekre kell válaszolnia, amelyek fertőzés átvitel szempontjából kockázatosak. Ilyen például, hogy tetováltatott-e az elmúlt fél évben, használta intravénás drogot, vagy folytatta kockázatos szexuális magatartást. Az előszűrés ellenére a 250 ezer teljesen negatív eredményt adó közül 70 donornál diagnosztizáltak tavaly fertőzést. Ez a tendencia azonban csökkenő, egyre biztonságosabb a donorállomány. Van olyan, hogy ugye spontán gyógyulás is előfordul, tehát nem feltétlenül kell kezelés. Szóval, hogyha esetleg valaki, nehogy Isten, régen megfertőződött, előfordulhat, hogy átvészelte már teljesen a betegséget. Ezért nem is indokolt igazándiból, csak azért, mert valaki régebben vérkészítményt kapott, nem indokolt mindenféle szűrővizsgálatokra elmenni. Csak azoknak, akiknek panaszuk van, azoknak kell felkeresni a kezelőorvosát, és elmondani, hogy korábban már vért is kapott. A HCV ma már jól kezelhető, de ritkán előfordulhat, hogy marad valamennyi májkárosodása a betegnek. A vírus az általános rossz közérzet vagy a sárgaság mellett számos tünettel jelentkezhet. A szakember azt tanácsolja, hogy bármilyen panasszal is keresi fel valaki a házi orvost, mindenképpen mondani kell, hogy kapott-e vért régebben. A felső tagozatban, de legkésőbb a középiskola elején már megismerkednek a fiatalok az alkoholfogyasztással, és a legtöbben az első cigijüket is elszívják ekkorra.
A drogozás pedig egyre kevésbé csak a felnőttek problémája, mivel egyre több fiatal vagy gyerek nyúl az illegális tudatmódosító szerekhez. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a kábítószerellenes világnap alkalmából Nyíregyházán két helyszínen is rendezvényeket szervezett kedd délelőtt. Keresőkutyás bemutatóval kezdődtek a programok a múzeumfaluban, majd interaktív játékokkal és bemutatókkal várták a gyerekeket a különböző civil szervezetek. Ezeken a programokon hívták fel a fiatalok figyelmét a legális és illegális kábítószerfogyasztás veszélyeire, valamint következményeire, amely Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere szerint korunk egyik legnagyobb problémája. Nem csak a felnőtteket, hanem már az egyre fiatalabb gyerekeket is érinti. Éppen ezért, mivel ezt nyilván az ember, aki szülő, aki olvas, aki hall, és tehát ezt tudja, Nyíregyháza megyőgú városa 3 éve ezelőtt létrehozta a kábítószer egyeztető fórumot, amelyben körülbelül 30 civil szervezet van benne, akik ezekkel a problémákkal foglalkoznak, illetve alternatívát mutatnak azoknak a gyerekeknek, akik ezt a társadalmi nyomást, ami azért valljuk be őszinten, azért eléggé nehezedik rájuk, hiába gondoljuk azt, hogy könnyebb az élet, és kiegyensúlyozottabb azért az információ gyors áramlása, egy felnövekvő kis lelket, egy felnövekvő agyat azért igen jelentősen megbír terhelni. Azért vannak itt, azért vannak ezek a fiatal gyerekek is, hogy ezeknek a veszélyeiről beszélni, és nem csak a kábítószerről, hanem a dohányzásról és az alkoholról is, mert ez legalább annyira eszi az embert hosszú távon, mint hogy egy kábítószer tudja rövid távon. Úgyhogy ez nem elég, ahogy kérdezte, és nem elég elég korán elkezdeni, éppen azért, mert ez egy reális veszély. Az iskolák környékén, a diszkókban, a különböző szórakozó helyeken ez már sajnálatos módon nagyon könnyen elérhető. A civil szervezetek közötti szinergiát segíti elő a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek célja, hogy ne átfedésben és azonos tevékenységeket végezve működjenek a különböző szolgáltatások és programok, hanem minden szükséges feladatot és területet ellássanak, és hatékonyabb drogmegelőzést biztosítsanak. A szervezet elnöke azt mondta, leghamarabb az általános iskolások között kell elkezdeni a megelőzést. Magyarországon egészen korán kezdődik a különböző szerekkel való megismerkedés. Ugye az általános iskola felső tagozatában, az osztálykirándulások során, vagy egyéb bulikban a fiatalok azért a dohányzással, illetve az alkohollal megismerkednek. És azért sokáig ez jelenti a vezető problémát a fiatalok számára, amikor hétvégenként a bulik arról szólnak, hogy isznak, és sokszor kontrollvesztésig isznak, fiúk is és lányok is, mert nem tudunk különbséget tenni, hogy most a fiúkra jellemző inkább a lányokra, a lányok is felzárkóztak ebben a tendenciában. És aztán azt látjuk, hogy az általános iskola befejezése után a középiskola első éveiben ismerkednek meg az egyéb tudatmódosító szerekkel is, amik főleg napjainkban az jelenti az aggályt, hogy ezek a szintetikusan előállított, gyakorlatilag ismeretlen hatóanyagú, folyamatosan változó anyagok, amik herbál, biofű és egyéb neveken jelennek meg a köztudatban. Erdélyi Ágnes hozzátette, a gyerekek a szüleiktől már elég korán megtanulják, hogy mindenre gyógyszert szedjenek, ezért hamarabb nyúlnak nyugtatóhoz vagy fájdalomcsillapítóhoz is. Ezek mellett pedig az ismeretlen hatásmechanizmusú designer drogok is könnyen elérhetővé váltak a fiatalok körében. Idén 2 héttel korábban kezdődött az aratás, eddig már a megtermelt mennyiség 46%-át takarították be a gazdák. A nyírségben aszályos volt a tavaszi időjárás, van olyan térség, ahol április óta mindössze 16 mm csapadék esett. A megyei agrárkamara elnöke szerint azonban nem kell terméskieséssel számolni. Idén körülbelül 2 héttel korábban megkezdődött az aratás megyénkben, pedig hagyományosan Péter Pál napjához, azaz június 29-éhez kötjük. A tavaszi időjárást is az asztályosság jellemezte, már márciusban is 30 foknál melegebb volt, és a csapadék is későn jött. Vagy 2 héttel előbb kezdődik az aratás itt a mi térségünkben is, el is kezdődött már az őszi árpának a betakarítása. Körülbelül 46%-át takarítottuk be a megyében. Ezek olyan jelzése vannak, lehet, hogy kivételesen a jobb területekről történtek ezek a betakarítások, de ezek nem mutatják azt, hogy kevesebb termet volna azzal az időszakhoz számol, hogy 2 héttel előbb kezdődik a betakarítás. Sőt, ez a betakarított százalékos arány még jobbat is jelez, mint a tavalyi volt.
Ez azonban nem befolyásolja negatívan a termés mennyiséget, illetve a szemek fejlődését, közölte Rácz Imre. Hozzátette, a megyében nem kell számolni rossz termés átlaggal, jelenleg a megye délnyírségi része tekinthető a legaszályosabbnak. Ott április 4-e óta mindössze 16 mm csapadék hullott, amíg más területeken egyszerre több mint 25 mm esett. Ez jót tett a kukoricának és a napraforgónak, jelenleg nagyon jó fejlettségi állapotban vannak. A termés átlagok az elkövetkező időszakban kezdődően a búzára, a rozsra, tétikálére gondolva, körülbelül a tavalyi mennyiséget tudjuk betakarítani, ami egy közepes termésnek várható, és a országos átlagban is a közepese, én úgy gondolom, hogy az idén egy jónak mondható lesz, ugyanis a kalászosokból kevesebb mennyiséget várunk országos szinten. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az aratási terület összesen több mint 48 ezer hektár. A helyi gazdák legnagyobb arányban őszi búzát, tritikálét és repcét takarítanak be. Újabb rendezvénnyel várja a látogatókat az idén 150 éves Nyíregyházi Józsa András Múzeum. Ennek középpontjában a kerek évforduló tiszteletére kiadott különleges bélyeg áll. Idén már nagy érdeklődéssel bemutatták a szeúzó kincseket, és jelenleg is látogatható a Munkácsi kiállítás. Most pedig újabb színes programmal várja az intézmény a múzeum látogatókat. Idén 150 éves a Józsa András Múzeum. Ennek tiszteletére a Magyar Posta közreműködésével különleges bélyeggel gazdagodott Nyíregyháza. A város hivatalos bélyegén az egyik legrégebbi közintézmény szerepel. Eddig Nyíregyházán csak városi magánkiadású bélyegek voltak, amelyeket kiadtak még régen, illetve volt egy emlékív valamikor a 90-es években, amely megjelent Nyíregyházáról, de nem forgalmi bélyegről van szó. Ez egy forgalmi bélyeg, amelyet bárhol bárki megvehet, ugye több millió tételszámban nyomják, így ezáltal azt gondolom, hogy Nyíregyházának, a Józsa András Múzeumnak ez az egyik legjobb reklámcélú befektetése. A város vezetésének megkeresése után a múzeum szakembereiből és partnereiből egy szakmai bizottság állt össze, akik több tervet is készítettek a bélyegről. Amikor körbe küldtük azokat a elképzeléseinket, hogy mit szeretnénk csinálni, mit szeretnénk megjelentetni, akkor végül is ez a három elképzelés jött össze. Józsa András, mint a múzeum alapítója, legyen rajta Nyíregyházának a jelképe a magyar huszár szobor, és mint a Józsa András Múzeumnak a legnagyobb gyűjteményi egysége, ugye a régészeti gyűjtemény, és azon belül is a honfoglaláskori egység, ezért egy honfoglaláskori jelképet tettünk rá. A 30-as évektől szokás úgynevezett első bélyegzős napot tartani. Ez a gyűjtőknek különösen fontos, hiszen a bélyeg mellett kisívet, emléklapot és borítékot is megvásárolhatnak, így a gyűjtemény még nagyobb értékű lesz. Az új bélyeg első bélyegzős napja június 29-én pénteken lesz a Józsa András Múzeumban, ahol egy különleges lehetőség is kiegészíti majd az eseményt. Emellett van lehetőség személyes bélyeg elkészítésére, ez azért érdekes, mert itt csoportokat, illetve egyéni személyeket várunk, akik a fotójukat elkészítve vagy készen hozva beadják itt nálunk reggel 10-től 17 óráig, mert addig tart ez az első bélyegzős nap, és ezt az egyedi bélyeget tulajdonképpen fel lehet használni borítékra, tehát ez egy használható bélyeg lesz, ezen lehet rövid üzenetet küldeni, ezt a Magyar Posta készíti el, ennek megvan a maga ártarifa rendszere, illetve díjazása, ezt tulajdonképpen a helyszínen az ide látogatók megtudják, de szerintem biztos, hogy egy nagyon ötletes és egy nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyen is lehet az első bélyegzés napon. Az új bélyeg külföldre is küldhető majd, és további érdekessége, hogy háromdimenziós formában készül el. Két arany, két ezüst és két bronzérmet szereztek a nyíregyházi atléták a Székesfehérváron megrendezett felnőtt országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter 218 cm-rel, a diszkoszvető Szikszai Róbert pedig 62 méter 47 cm-es eredménnyel végzett az élen. Osváth Krisztina 800 méteren, Kerekes Dóra diszkoszvetésben lett második. A hármasugró Leveleki Bence és a 400-as Tasité Dávid a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az elmúlt hétvégén Székesfehérváron rendezték meg a 123. atlétikai magyar bajnokságot.
A 38 versenyszámra több mint 500 egyén és közel 30 váltó nevezés érkezett. A Nyíregyházi Sportcentrum a 12 atléta képviselte, közülük 6-an éremmert értek haza Dunántúlról. Az ugrók közül Leveleki Bence 14 méter 88 cm-es egyéni csúccsal a harmadik helyen végzett, a magasugró Bakosi Péter pedig 2.18-al 6. szabadtéri bajnoki címét szerezte meg. Ebben az évben nem ő volt a ranglista vezető, a Budapest bajnokságon kikapott végül is, az agárdi Péter Honvéd versenyző 215 cm-re nyert azt a versenyt, ahol Peti csak 2.08-at ugrott. De az előzmények az, hogy Péter egész májusban idegbecsípődés volt a derekában, és nem nagyon tudtunk készülni. Igazából nem tudtuk a nekifutását és a technikáját javítani. Ráadásul még az egyetemen komoly vizsgák előtt állt, úgyhogy ez az eléggé leterhelte. De abba egyeztünk meg, hogy a gyulai memoriára próbál felkészülni, és előtt a magyar bajnokság az egy felkészülési állomás lesz. De ismerve Péternek a versenyzői kvalitását, én biztos voltam abban, hogy ha nincs is olyan állapotban, de össze fogja tudni úgy szedni magát, hogy meg tudja védeni a bajnoki címét. Férfi diszkoszvetésben Szikszai Róbert, az olimpiai ezüstérmes 12-szeres magyar bajnok Kővágó Zoltánt megelőzve végzett az élen 62 méter 47 cm-es dobással. A berlini Európa-bajnokságra készülő atléta elmondta, hogy mire számított a verseny előtt. Arra, hogy megvenem, arra nem, viszont erre 62 méteres dobására mindenféleképpen szerettem volna. Elég stabilan dobtam, minden a dobás érvényes lett, 60 méter fölött volt a nagy része. Ő nem dobott magához képest jól, de ugye a magyar bajnokságot az helyezésre játszák, úgyhogy az elsőnek nem felképpen örülünk. Női diszkoszvetésben az Európa bajnoki szintre hajtó Kerekes Dóra 51-49-el végzett a második helyen. Mivel ott is egy nagyon nagy világklasszis versenyzőnk van, a Márton Anita, ez volt az elvárás. Egy kicsit szerettünk volna, hogyha a méter egy kicsit többre sikerül, de most így sikeredett. A helyezés az természetesen ez volt az elvárható is, ami sikerült is. A nyíregyháziak közül még a 800 méteren második Horváth Krisztina és a 400-on harmadik Tasité Dávid szerzett érmet. Bakosi Péter és Szikszai Róbert jövő hétfőn ismét versenyez majd a székesfehérvári Gyulai Memoriál elnevezési viadalon, mindketten világklasszis ellenfelekkel szemben állnak rajthoz. Az U20-as válogatott mind a 4 eddigi felkészülési meccsén pályára lépett Fazekas Csaba, a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabdázója. A 19 esztendős kosaras a macedónok elleni győztes meccsen 29 ponttal a magyarok legeredményesebb játékosának bizonyult. A válogatott 2-től Kecskeméten folytatja a felkészülést a szófiai B csoportos Európa bajnokságra. 3 hete Székesfehérváron kezdte el a munkát a szófiai B-csoportos kontinens viadalra készülő Pór Péter által irányított 20-as férfi kosárlabda válogatott. A nyíregyházi Fazekas Csaba is tagja a bő 18 játékos számláló keretnek. A fiatalember célja az, hogy ott legyen a tornára utazó 12 kosaras között. Ezért az edzések mellett a felkészülési meccseken telt a legtöbbet a Kékcápák játékosa, aki az eddigi 4 mérkőzés mindegyikén bizonyítási lehetőséget kapott a szövetségi edzőtől. Volt 2 edzőmérkőzésünk a makedónokkal, ott sikerült mind a 2 mérkőzést megnyernünk, az egyiket 12 pont, a másikat pedig hosszabbítás után. Most hétvégén voltunk Berlinbe, ahol játszottunk a német válogatottal, ami azért már más kávéház volt, ugye kikaptunk mind a 2 mérkőzésen szoros végjátékban, de szerintem mindenképpen hasznos volt így az EB előtt ez a néhány felkészülési mérkőzés. Fazekas Csaba a macedónok ellen hosszabbításban megnyert mérkőzésen 29 pontjával a magyarok legeredményesebb játékosának bizonyult. Örültem nagyon, hogy kijött ilyen jól a lépés nekem. Ugye 99-esként vagyok ebbe a kerbe, szóval egyértelműen le kell tennem nekem is valamit az asztalra, hanem többet, mint a 98-asoknak. Tényleg azon a meccsen elkaptam a fonalat, minden szinte jól kijött. De ez a 98-as korosztály nagyon erős. Örülök is, hogy egy ilyen korosztályban ott tudok lenni, mint játékos, és szerencsére jól is megértjük egymást a csapattársaimmal, és szerintem az EB-n is, hogyha ott leszek, akkor bízom benne, hogy egy jó eredményt el tudunk majd érni ezzel a kerettel.
Fazekas Csaba kétnapos pihenőt követően kedden már el is utazott Kecskemétre, ahol a folytatásban készül a válogatott. A hétvégén a lengyelek, egy héttel később pedig a belgák ellen játszik két-két meccset a nemzeti együttes. Azt követően pedig Szófiába utazik a csapat, ahol a csoportmeccseken Luxemburg, Oroszország, Csehország, Hollandia és Örményország ellen lép pályára a Fazekas Csabát reményei szerint soraiban tudó együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Tavaly 70 véradó donorról derült ki, hogy hepatitis C vírussal fertőzött. A kérdőíves előszűrés ellenére tavaly 250 ezer biztonságosnak tűnő véradóból 70-ről derült ki, hogy fertőzött a ma már gyógyítható vírussal. A fertőzöttek száma magas lehet azoknál, akik 1992 előtt kaptak vért, ugyanis akkor még nem ellenőrizték a vérkészítményeket. A vírus lappangási ideje 10-15 év, így akár ma is kimutatható náluk a fertőzés. A felső tagozatban, de legkésőbb a középiskola elején már megismerkednek a fiatalok az alkoholfogyasztással, és a legtöbben az első cigijüket is elszívják ekkorra. A drogozás pedig egyre kevésbé csak a felnőttek problémája, mivel egyre több fiatal vagy gyerek nyúl az illegális tudatmódosító szerekhez. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Kábítószerellenes Világnap alkalmából Nyíregyházán két helyszínen is rendezvényeket szervezett kedden délelőtt. Idén két héttel korábban kezdődött az aratás, eddig már a megtermelt mennyiség 46%-át takarították be a gazdák. A nyírségben asszályos volt a tavaszi időjárás, van olyan térség, ahol április óta mindössze 16 mm csapadék esett. A megyei agrárkamara elnöke szerint azonban nem kell terméskieséssel számolni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 26-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Szerdán a tőlünk délre található ciklon hatására nagy nedvességtartalmú levegő áramlik térségünkbe, sokfelé várható eső, záporeső. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön és pénteken még nagy területen lehet csapadékos időre számítani, majd szombattól kezdve szárazabbra fordul időjárásunk. Erősödik a nappali felmelegedés mértéke.